Sziasztok, itt vagyunk ismét a szigetes kihívás következő részébe, és most pont körbenézek, hogy mi van itt, mert nem nagyon néztem, vagy hát én szoktam nézegetni, de ott a vulkán, ez mennyire jó, már ezt le is fotózom gyorsan. Oké, hát ugye a szimek azok tele vannak, vagy hát ugye mindegyik őket sellővé változtattam, mindegyiket sellővé változtattam, de azt nem, azzal nem számoltam, hogy a sellőkügynek nem lehet gyereke. Tehát ez sajnos ez kimaradt ebből, de hát mindegy, ez van. Kókuszkel, meg kávaparti, meg hát én nem tudom, hogy ezeket hogy lehet. Mindegy. Végül is egyiket sem tudják úgyse teljesíteni. Várjunk már, ő viszont lehet, hogy tudná teljesíteni a... Hol is van a kreatív? Music games. Hát, hallgatni kéne zenét 2 órán keresztül, nem ezek... Nem, sajnos ezek nem mennek, és a skill pontokat sem lehet ezzel, úgyhogy teljesen feleslegesnek vettem a könyvet, annyiból, hogy szórakozásból ezt... de... Meg ezt is tedd el. Nézem, hogy te tudsz-e valamit kertészkedni, de szerintem te nem. De viszont csinálok ide még egy kertet, úgy döntöttem. Nagyon sokat kell nekik kertészkedniük, úgyhogy lehet, hogy itt várjunk csak, hogy vagy pedig ide fogom tenni. De ide kéne egyébként egymás mellé. Na, mindjárt nézem. Valakinek az inventoriában van az nagyon sok... Hát sűrűbbre tesszük, és akkor hát, ha jobb lesz. Azt hiszem, az övébe van a még a sok... Körte. Hú, mennyi körtefánk lesz. Egy gyönyörű virág, ez a krókusz. Olyan sokan vannak, hogy muszáj vagyok ennyit kertészkedni velük, mert... Na jó, egyelőre most így ez elég. És szerintem... Te még semmit nem kertészkedést, az ó, nagyon egyes szinten van. Akkor... gyere! És utána tudod, mit elkezd el őket ültetni. És te is, oké, ügyes vagy, te is elkezdted ültetni. Jó, mind a ketten ültessétek, és akkor szépen el lesznek ültetve. Sajnos most elég esős az idő. De te hol vagy? Már megint... Jött. Bocsáss meg, te itt horgászol még mindig, de szerintem neked megvan most már a 4-es, jó? Amúgy neki semmit nem ment. Hát egy kicsit lejjebb ment, de nem vészesen. Hát olyan régóta horgászik, órák óta. Jaj. Ó, valaki csinál kaját. Ó, nagyon jó, hogy Anna csinálja kaját, de jó. Úgy szeretem, amikor önállósodnak. Annyira jó. Jó, akkor gyere, te is állj be a sorba, és kezdj el palántát ültetgetni. Menjen fel a skill pontotok. De nekik nagyon nem is megy föl, de miért nem megy föl? De. Van még ott is? Hát öltöz föl! Hát van neked itt melegebb outfitted, ha fázol. Most csinál még egy kaját. És hol vitte azt a kaját, amit megcsinált? Várjunk, mert hova tette? Ja, itt van az inventoriába.
Hát bírom, ez a díszot, tehát ez majd gyere egyel. Előbb-utóbb így mindenki meg fog tanulni főzni. Fú, Liza, te meg nagyon álmos vagy, úgyhogy lehet, hogy nem kéne bemenni ide és leülni az ágyra. De amúgy tökre nem zavarja az eső, hogy esik. Totál hidratáltak lesznek. Na te hol vagy? Inkább téged kereslek, nem? Most nem. Ja, de jó, akkor beszélgessetek. Jó, beszélgessetek akkor itt, ha itt akartok. Plegykáljatok. Barátkozzatok. Valami szórakoztató, mesélj neki valami jó kis történetet. Románcol nem lehet már vele. Lehet amúgy. Ocean Trade-et lehet neki. Tényleg egyébként vannak ilyen. Nem is tudom, hogy állítunk, hogy kinek miket lehet, hogy van-e új store. Biztos van valami új pont, tehát biztos vagyok benne. Ha ezt ugye megeszi, akkor ugye lesz sellő. De ezzel lehet visszaváltozni is sellővé. De azt hogy? Úgy látom, hogy ez egy új trét van. Na várjunk, ezt azért kipróbáljuk. Buna, Wibbis. Tuga. Tuna. Bono. Lefata, Hishin Noble. Mint valami óceánt. Jó, hát neked egy elég volt. De gyere inkább csinálja még egy párt széket. Sőt, tudod, mit csinálhatná? Fali díszt, fali polcot. Majd utána. Meddig jó még? 3 óráig. Na! Akkor lássuk ki az, aki éhes. Nekem nehogy utána... Oké, gyere egyél. 3 adag van. Te is gyere. Oké, és te is gyere. Nagyszerű. Én nem bénázz rá már. Hogy ez kired lesz már? Öt. Most lesz a 6-os! Most lesz a 6-os! Na, ezt már ki is x-eltem, mert senki nem fog tévét nézni. Oké. Okay. Jó, akkor gyere, csinálj egy fali polcot. Na, kezdjél hozzá! Ja, és közben sorsolás van. Ácsik, pácsik, alapácsi. Jó, akkor egy kis szünet, és akkor...
Pri van. Hármas, négyes. Csáva. Fotót. És akkor mindjárt megnézzük, mi a free van. Tehát négyes. Meg ilyen 15 új ágat lehet. Aj, de jó, de jó. Na, akkor gyorsan. Akkor 15 ágat le is teszek. Oké, akkor keresek egy helyet, ahol le tudom tenni. Úgy, hogy aztán ne legyen itt. Tegyük ide őket. Oké, és akkor van most 19 águnk. És most... mire gyűjtünk? Jó lenne egy ilyen bár például, vagy nagyon jó lenne egy házikó. Amikor esik az eső, de mondjuk neki. Gyere aludjál. Jaj, nem te. Ha nem. Hát, mondjuk ezt most nem van pénzünk, ezt nem fogjuk megjavítgatni, megjavítjuk a pénzileg. Oké is. Ó-ó. Na várjunk. Majdnem. Te tudsz ilyen neked csinálni? Hogy például, igen, le tudod fújni. Szedd le. Gyere. Na, jó lesz, hogy itt lesznek feladatok, mert akkor itt legalább meg tudjuk csinálni. Harminc ág egy kár, de itt nem tudjuk a bár, az 20 ág, tehát még egy ág hiányzik. Vagy egy kunyhóra költünk, az 40 ág, meg 4 gyümölcs. Hát nem ártana egy... Na majd még itt gondolom, hogy mi lenne jó itt venni. Most egyelőre hagyjuk, egyelőre nem piszkálom. Ó, és te is tud evolvolni, de jó. De nem, neked kéne evolvolni, gyere. És akkor még egyet. Megkeresünk neked még egyet. Hol van még egy? Na jó, akkor gyere, fertőtlenítsd. Mérges. Valami fura érzése van. Gyere ide, és akkor beszélgessetek, mert komolyan egy kicsit nem beszélgettek, akkor már balhé van. Nem tudom ide. Csináltok egy fotót is. Na, de te meg... Te jót alszol. Szegény itten dolgozik, aztán ez a hála. Aztán mehetsz aludni, hogy megnézem, milyen polcot csináltál itt. Te vagy a legdolgozosabb, egyébként elég dolgosak ahhoz képest, hogy nem dolgoznak, szóval nagyon sok mindent csinálnak. Hogyha megcsinálják a... Ó, ezt nem úgy akartam. Nem, nem. Ó!
De jól néz ki. És akkor valakinek van itt... neked. Például ezt szerintem ezt így... Kóhé, gyere ide. Akkor tedd le. Aha. És szerintem így lehet ide rakni a polcra. Igen. Ezeket is ki lehet tenni. Na, megvan, akkor ezt el lehet díszítgetni a lakást. Jó, te menjél. Oda. És akkor nézzük, nem kell még esetleg evolválni valamit, nem csillog egy se. Karócik nekik. És neked, mintha még lenne az inventoridba. És te most takácskodni mentél? Mit csinálsz? Mit főzöl? Hotdogot? Oké, akkor gyere ide te. És akkor ültesd el őket. Meg ha veled beszélgetett, akkor te is elültetheted. Oké. Te alszol. Hát. Hát azon gondolkozok, hogy mit lehetne még csinálni ezen a szigeten, de igazából ugye eddig lehet beúszni. Hát nem tudom, hogy idáig van-e, aki eljöjjön. Aha, mindenkinek pipélnie kell. Megint bepakolódott a játékom. Várjunk már, hogyha... Nem, hogy esetleg nem lehet átváltoztatni a... Bár még itt nem próbáltam meg. Nem. Jó, hát így maradnak. Ja, azt hittem, hogy csinálod. Hát itt van még. Ültess csak el a többit is. Föl kell neked Oh, is. ebony Mi bajod van már? Csináljad. Jó, hát te most ide följöhetsz egyébként aludni. És nem esik az eső, de itt is aludhattok egy kicsit. Te hova mész? Most... Hát... Jaj, értem már, hogy mi... Aha. Most esett le. Na jó. Ezt jó, hogy észrevettem.
Szóval ide ugrálgatnak. Hát ti ide ne ugrálgassatok. Ez kicsit ilyen öngyilkos jelölt szerűség. Fed fel mondjuk ezt, mindegy nekem. Hát, ez felettébb érdekes volt. Hát figyelj csak így, te is elkezdhetnél ilyen ültetőládákat gyártani. Nem, nem, nem fenyél már fülödni. Gyere ide. Inkább kezdj el mondjuk. Megöntözni őket. Te vagy a mi kis kertészlány, mindenkinek kell kertészkedni, de te fogod a leghamarabb elérni egyébként, úgy látom a kertészetet, kertészeti jártasságot, nem is tudom, hogy hanyason hoztasz. Ja, hogy neked már 4-es, akkor most 5-ös. Hát akkor neked mindened megvan. Akkor várj, akkor miért veled csináltatom? Hát akkor te már ne is nyúljál hozzá. Hát annyi, hogy igen, mert hogy neked ez az életcélod. És ez jutott eszembe, hogy... Nincs fun, higiene, confident, energized, flirty, focus, happy, inspired, sleep. Hogy esetleg mondom, nincs olyan, de... Ámulna ez a... Hát nem is tudom, hogy... Sem, igazából... Semmire sincs szüksége ebből. Most azt jutott eszembe, mi lenne, hogyha elosonnék vele? Mi lenne, hogyha... Vennék neki mondjuk napozóágyat, mondjuk 5-be kerül egy napozóágy, vagy legyen 10 egy napozóágy. Oké, tudjátok, még így lesz. Ott egy kürt ültetőláda. Itt egy napozó ágy. És akkor mit tudom, 5-ért már lehet, vagy van törölköző, strand törölköző 20-ért. Lehetne ez. Ez 5-5. És akkor mindjárt ezt ki is izélem. 2-5. Jó, és akkor mondjuk legyen ez is egy, ez meg az összes, mondjuk ez legyen mondjuk 7, akkor legyen 7, akkor a 70-be kerül, akkor legyen 7. 4, 5, 6, 7, jó, 7. 9, akkor legyen ez a pizzás, és akkor ez már 9, és akkor van egy ilyen pizzás alakú ilyenünk is. Na, ez mi?
Mi az a driver karrierrel a úszó? Na. Oké. Arra aggódjatok, nézzétek el nekem, de egyszerűen muszáj vagyok, mert ez így egyrészt, hogy baromi unalmas, kettő nem tudom kihasználni az adott lehetőségeket, és most akkor legalább tudnak a lányok napozni. Hát ez mennyire jó már most, nem? Vajon nem menjetek napozni, mert nagyon éhes vagy. Mindjárt elmegy a nap, kb. Ez úgy nagyon jó lesz. Hát ez annyira jó. Na, főzött valaki valamit? Na, akkor gyere. Grillezzél mondjuk, meg a burgert. Oké. Na, neked a halakat kell. Itt. Egy, kettő, három, négy, öt. Jó, és akkor 10 órán keresztül kell még horgásznod. Jó, ezeket ki is tehetjük ide. Szerintem, vagy nem? Na? Nem, akkor nem, majd nekiadjuk valakinek, mindegy. Ha nem lehet, akkor nem lehet. Nem tudom, miért nem lehet, a tükröt föl lehet, ezt meg nem lehet. Jó, és akkor veled. Valahol pedig csillogott, evolvója. Szuper. Oké, kraftolni kell. Először vágnunk kell. De most nagyon beszél pont valakihez. Ja, ez növényhez. Igen, közben azért az élet céljukra is próbálok vigyázni, de... Ó, valaki mit rakott? Krokodilt. Nem, ez a tehén növény. Igen, ez a tehén növény. De jó. Jó, akkor szerintem ezt a részt itt hagyom abba, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, ha ezt a videót megnéztétek. Sziasztok!